Kedves testvéreim, Isten akar hozzánk szólni ezen a délutánon. Lukács evangéliuma 15. részének 25-től 32-ig terjedő versében. Lukács evangéliuma 15. részének 25-től egész a 32. versig olvasom fel az igét, kélek hallgassátok meg figyelemmel, és olvassátok velem együtt. A nagyobbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajött, közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az? Azt pedig mondta neki, a te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott túlkot, mivel hogy egészben nyerte őt vissza. Erre ő megharagúvék, és nem akara bemenni. Az ő atya annak okáért kimenvén kérlelé őt. Ő pedig felelvén mondta az atyának, ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsodat át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráználkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Azt pedig mondta néki, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod kellene, és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Amen. Kedves testvéreim, a tegnap már szóltam a tékozló fiúról. Hát legyen ma az az alkalom, amikor szólunk a nagyobbik bátyról, a nagyobbik testvéről, arról, aki mondhatjuk, hogy ő a legnagyobb örökös abban a családban, abban a házban, és ő van legközelebb az atyához. Akkor, amikor úgy végigolvastam ezt a történetet, még ebben a történetben is azt éreztem, hogy minthogyha ez Istenről és rólam szólna ez a történet. Az Istennel való kapcsolatomról és az én lelkemről. Arról, hogy ki is vagyok én valójában, hogy miért is harcolok valójában, hogy milyen tervem van nekem és milyen terve van Istennek. És olvassuk itt az igét, a 25. részt, azt látjuk, hogy megérkezik a nagyobbik fiú. Azt olvassuk, hogy egy olyan fiú volt, aki kim volt a mezőn, dolgozott, szeretett engedelmeskedni az apjának, és azt is tette. Érdekes módon ez a fiú, ez nem lehetett egy lusta gyerek. Nem az jellemezte, hogy ő az, aki, ha kell, elmegy és bulizik, elmegy és vigadozik. Egy olyan gyerek volt, aki ott maradt az apja mellett. Nem tékozló fiú volt. És nem is akarta az lenni. Engedelmesnek látszik, engedelmesnek tűnik. Viszont azt olvasjuk az igében, hazajön, és látja azt, hogy valaki épp muzsikál. Épp táncolnak, épp fény van, épp buli van. És ebben a környezetben észreveszi azt, hogy mindenkinek jó kedve van. Mi történik itt? És észreveszi azt, hogy épp valaki kijön, és megkérdezi tőle, mi is történt itt valójában. És ez a szolga, akivel találkozik, ez elmondja neki azt, hogy megjött a testvére. Megjött a testvére.
Nem tudja, és nem mondja a szolga azt, hogy honnan jött a testvére, és hogy mit járt meg a testvére. De valahogy ezt a nagyobbik fiút nem is érdekelte. És akkor, amikor meghallja azt, hogy azért ünnepelnek, mert megjött, akkor elkezd dühöngni. Elkezd irigykedni. Azt próbálja elmondani magában is, és ez dúl önmagában, hogy hát hogy létezik? Ez a gyerek, amelyik a legkisebb volt, ez a semmire való, senki házi. Ez eltékozolja apámnak a vagyonát, én meg itt vagyok mellette, és próbálom megőrizni a vagyont, és gyarapítom, és mégis ő neki van lakomája. Kedves testvéreim, sokszor nem mi is ilyenek vagyunk. Hogy akkor, amikor örülhetnénk valakinek annak, hogy közelebb kerül Istenhez, hogy megtalálja Istent, inkább azt veszük észre, és azt próbáljuk keresni, hogy ezzel, hogy a másik közelebb kerül, számomra mit tud adni ez? Arról volt szó a húsvéti táborban, hogy nem rólam van szó. Hát ez a nagyobbik fiú, ez olyan fiú volt, akinek számított az, hogy ki ő. Habár engedelmeskedett, de azt érezte és éreztette, hogy ő van az első helyen. Azt olvassuk az igében, hogy megharagudott, és nem akart bemenni. Akkor, amikor kínált az ajtóba ez a nagyobbik fia, akkor biztos volt benne egy ilyen, hogy hát de ha jól meggondolom magam, akkor mégis be kellene menjek. Be kellene menjek, és ünnepeljek azért, mert a tesóm visszajött. Azért, mert a testvéremnek szüksége van rám is. Azért, hogy példát mutassak azzal, hogy nekem milyen életem van. Kedves testvéreim, sokszor mi példát mutatunk azzal, hogy keresztények vagyunk. Példát tudunk mutatni, meg tudjuk élni azt, hogy mi vagyunk a nagyobbik fiúk, azok, akik engedelmeskednek az atyának, azok, akik ha azt mondják, hogy most tegyél egy lépést azért, hogy akár segítsd az öreget, az időset, vagy segítsd a te testvéredet, vagy inkább az van, hogy mi is ugyanígy megharagudunk, és azt mondjuk, hogy ha én nem kapok semmit, akkor ne várja ezt tőlem senki, hogy én is adjak. Mi zajlódhatott le ebben a fiúban? Mi lehetett benne? Legelőször harag. Haragudhatott az ő kisebb testvérére, és haragudhatott az apjára is. Hiszen akkor, amikor megjelenik ott az ajtóban, akkor az van benne, hogy de hát én vagyok a nagyobb, és mégis ő. De lehetett benne dű is. Hatalmas dű, hogy engem ebből a lakomából, ami ott folyik benne, abból engem kihagytak. Nem szóltak előre, nem küldtek egy szolgát, hogy megmondja azt, hogy ezen a lakomán nekem is itt kell lennem, hisz visszajött a testvérem. Ez a nagyobbik fiú nem is gondolt bele ebbe, én azt hiszem. És azt olvassuk az igében, hogy oda megy az apjához, és azt mondja neki, hogy íme mennyi esztendő óta itt vagyok melletted, és próbálok téged szolgálni, és hű maradok hozzád, nem megyek el, hanem megtartom azt, amit mondasz. Valójában nem ment el, és keményen dolgozott ez a nagyobbik fiú. Keményen dolgozott, és megtartotta az apja parancsait. De az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi számít? Az számít, hogy mennyi ideje vagyok az Úrral? Vagy az számít, hogy abban a pillanatban, abban a momentumban, amikor az Úr előtt vagyok, milyen is vagyok én? Hogy abban a pillanatban odaadom-e magamat teljesen Istennek? Vagy inkább azzal dicsekedek, hogy én 1967-ben megtértem például, és akkor nekem az a megtérésem volt a döntőpont, és azóta én meg vagyok pecsételve, de olyan az a pillanat, amikor most állok itt az Úr előtt,
akkor én valóban úgy állok itt, őszintén megvallva a bűnömet, hogy igenis, Uram, vétkeztem, vagy inkább olyan vagyok, mint ez a nagyobb testvér, aki azt mondja, hogy fene egye meg, nem érdekel ez az egész, amit itt mondanak. Nem érdekel az, hogy mit vigadoznak, és mit próbálnak itt végig tenni. Én megmaradok abban, amivel vagyok, mert én vagyok a nagyobb testvér, és engem meg illett a nagyobbik testvéri jog és a rang. Mint hogyha meg lett volna pecsételve. Mint hogyha az lett volna írva oda, hogy ő a nagyobb testvér, hogy hát ha én már nagyobb testvér vagyok, akkor én már üdvözülhetek is, ugye? Engem illet, előre el van döntve, mehetek. Igen, ő a nagyobb testvér. De ne felejtsük el azt, hogy nagyobb testvér, nagyobb joggal, de mégis Isten előtt ő válik a kisebbé. Ő válik az Atya előtt a kisebbé. Miért? Azért, mert nem ismeri fel azt, ami benne van. Azt olvassuk az igében, hogy odaáll és tiltakozik és veszekedik az édesapjával, hogy én itt szolgálok neked, te pedig még egy kecskefiat sem adsz számomra. Mennyire sokszor így vagyunk, hogy megpróbálunk veszekedni az Istennel, hogy számunkra nem adja meg azt, amire szükségünk van, nem adja meg azt az eleget, amire épp nekem szükségem van. Nem tudjuk rábízni magunkat teljesen Istenre, és lehet, hogy nem is akarjuk. És lehet, kedves testvéreim, hogy annak az atya, annak a fiúnak nem adta meg a kecskefiat, de megadta a bárányt. Megadta azt az egyetlen egy áldozati bárányt, aki ott volt fenn a kereszten. És ez a bárány Jézus Krisztus volt. És érdekes az, hogy ez az atya kiment a fiú elé. Kiment és kérlelte, hogy gyere be. Sokszor a kedves testvéreim, ugyanúgy Isten is mellünket kér, hogy gyere be. Lehet, hogy most sokan nem jöttek el a templomba, de ugyanúgy mindenkit kérlel, hogy gyere be. Gyere be, mert szükség van arra, hogy közösséged legyen velem, szükség van arra, hogy kapcsolatot teremts velem. Szükség van arra, hogy beismerd azt, hogy igenis vígadnod kell. Jézus megtette az első lépést a kereszten. És ez az atya is megtette a lépést, hisz kiment elé. Kiment elé, és próbálta meggyőzni, hogy itt kellene legyen, s itt a te helyed. És még mindig akkor is megpróbál felháborodott lenni, és felháborodott is. És megpróbálja mindazokat a vétkeket, amelyeken keresztül ment az ő testvére, az apja szemére hányni, hogy ez a fiú, ez a kisebbik testvérem, aki paráználkodott, aki elköltötte a vagyont, aki kártyázott, és ki tudja, hogy mit tett. Igen, valójában azt látjuk ebben, hogy ez az Isten, aki a mi Istenünk, ő nem olyan, mint ez a nagyobbik fiú. Akkor, amikor letette a bűnét a kisebbik, elmondta azt, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, atyám, akkor letette az ő bűnét. Akkor már nem hány a szemre. Akkor már nem az van, hogy amit tettél, az a fontos, és azzal te meg vagy pecsételve, hogy milyen bűnös vagy. Krisztus vére és az atyának az akarata ezt a bűnös pecsétet letörölte. Azt olvassuk az igében, hogy fiam, itt vagy mellettem, és itt leszel mindenkor mellettem, és mindenem a tied. Itt vagyunk most ennyien a gyülekezetbe, a templomba, és ez nekünk szól. Fiam, mindenkor itt vagy mellettem, és mindenem a tied. El tudjuk-e fogadni ezt? Be tudjuk-e ismerni azt, hogy itt vagyunk ebben a kegyelemben, ebben a szeretetben, ebben a jóságban, hogy Isten körülvesz bennünket.
És mégis jön a tiltakozás sokszor, hogy ez nekünk nem elég, és nem kell több. És nem kell többi az ő kegyelme, hanem kell minél több, amit a világ tud adni. Kell minél több pénz, kell minél jobb karrier, kell minél jobb társ, kell minél több ismeretség, kell a saját jogom, az önzőségem, ezek kellenek. De az nem kell, hogy igenis ott maradjak az Isten mellett, hogy mindenkor vele maradjak. Ő kimondja, hogy mindenkor velem maradsz, és velem tudsz maradni, és mindenem a tied. De sokszor mi nem tudjuk elfogadni. Nem kell számunkra ez. Nem kell számunkra az Istennek az akarata. Nem kell számunkra az Istennek a jelenléte. Akkor, amikor épp elkacsintunk az Istenről, még Isten még akkor sem adja fel. Annyira tud csábítani bennünket a bűn, az önzőség, a gőg, a dicsekedés. Nemrég hallottam egy ilyen beszélgetést, amikor elmondta az egyik testvér, hogy annyi pénzt költünk rátok, ti pedig meg se háláljátok azt, hogy eljövünk és segítünk titeket, eljövünk és megpróbálunk titeket támogatni mindennel, építünk nektek akár egy gyülekezeti házat, építünk nektek akár játszóteret, és mondhatnám. Kedves testvéreim, ez a sátán. Ez az, amikor is leír azt az ige, hogy ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a bal. Sokszor ilyenek vagyunk, hogy dicsekedni akarunk azzal, hogy mit is tettünk mi. Úgy teszünk, mintha mi váltottuk volna meg a világot. Úgy teszünk, mintha mi lettünk volna azok, akik megtettük az első lépést Isten felé. Pedig nem erről van szó. Mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Van egy ilyen ének. Ne félj, ne aggódj, ne sír, ne bánkódj, mert ha tied Isten, tied már minden. Igen, hogyha Isten a miénk, akkor a miénk már minden. Ez a tékozló fiúnak a testvére, ez a nagyobbik fiú nem ismerte azt, hogy minden az övé. Miért nem ismerte be? Azért nem ismerte be, habár az a tékozló fiú messze volt az atyától, és messze került kilométerekre akár, fizikai távolságon messze volt. De azzal, hogy nem tudott örülni, és nem fogadta el az ő atyának az akaratát, lelkileg még távolabb került tőle. Messze került. Miért került messze? Azért, mert nem tudott örülni és vígadni, azért, mert az ő testvére megtért. Azért, mert nem tudta elfogadni azt, hogy az ő testvérét elérte a kegyelem. Örülnöd kellene, és vígadnod kellene. Tudunk mi vígadni, kedves testvéreim? Tudunk mi örülni annak, hogy Jézus Krisztus feltámadott? Igen, elveszettek voltunk, ahogy az ének is mondja, a bűneink miatt, és mégis Jézus volt a váltság, Jézus volt az áldozat. De viszont az a jó, hogy Jézus Krisztus megtalált minket, és visszavezetett az Atyához. Tékozló fiúk vagyunk egyben, és nagyobbik fiúk is. Csak sokszor nem tudjuk beismerni azt, hogy tékozló fiúkként kell éljünk. Nem akarjuk elfogadni, és nem kell nekünk az, hogy letegyük a bűnünket Isten elé. De az sem kell, hogy örüljünk a másiknak, hogy ő letette a bűnét, hogy őt Isten megváltotta. Nem kell, mert a sátán elösztönöz, hogy ne örüljünk annak, hogy valaki megtér a földön. Inkább annak örüljünk, hogy én legyek az első, én legyek a legjobb, én legyek a profi, én legyek a legjobb zenész, én legyek a legjobb lelkipásztor, én legyek a legjobb egyetemista, enyém legyen a legnagyobb jegy.
Én legyek a legjobb anya, a legjobb gyermek. Igen, erre törekszünk. De vajon én vagyok az első akkor, amikor oda kell lépek, és el kell fogadjam Krisztusnak a kegyelmét? Tudok-e első lenni? Meg tudom-e alázni magamat? Le tudok-e térdelni, hogy oda menjek úgy, mint ahogy mondják, hogy elsőkből az utolsó, utolsókból az első? Le tudok-e térdelni, és elmondjam azt, hogy igenis, Uram, vigadnom kellene, és örülnöm kellene. Meghalt és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kedves testvéreim, minden egyes nap az Isten keres bennünket. És tudjátok, az a legjobb, hogy minden egyes nap meg is talál. Keres és talál. Sokszor mi nagyon sok mindent keresünk, akár pénzt, akár jó hírt, akár örömöt, de sokszor nem találjuk meg. Miért? Azért, mert nem az Istent keressük. Ez a tékozló fiú, ez megtalálta az atyát. És megtalálta azt a lényeget, hogy habár tékozló volt, de visszatérhetett az atyához. Tékozlók vagyunk, és nagyobbik fiúk egyszerre. És ha tékozlók vagyunk, akkor találjuk meg azt, hogy igenis, a disznóvájú az enyém volt, habár elrontottam az életemet, habár nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivattassam, de találjuk meg azt, hogy igenis ki tudjam mondani, köszönöm, Uram, hogy a te kegyelmedbe fogadtál. De ne felejtsük el, hogy nagyobbik fiúk is vagyunk. És akkor, amikor emlékezünk arra, hogy nagyobbik fiúk vagyunk, akkor jusson az eszünkbe az, hogy ne legyünk önzőek, ne legyünk gőgösek, ne legyünk durvák, ne legyünk olyanok, akik makacsok, hanem próbáljuk meg azt elfogadni, hogy te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Hát ez maradja meg számunkra, hogy ilyenek legyünk. Hogy elfogadjuk Istennek a kegyelmét. Elfogadjuk azt az országot, amelyet szánt számunkra. És amelyet megmutatott akkor, amikor Jézus Krisztus lejött, és adott számunkra egy olyan országot, adott számunkra egy olyan példát, és adott számunkra egy olyan drága vért, amely megmutatja az utat afelé, hogy miként találhatjuk meg legközelebb az atyát. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, mennyi édes atyánk, köszönjük azt, hogy te úgy tekintesz ránk, mint akiknek van még lehetőségünk megtalálni téged. Köszönjük, hogy te nem mondasz le rólunk. És köszönjük azt, hogy ide jöttél közünk, hogy elénk jöttél, hogy te kerestél bennünket, még hogyha sokszor makacsok és önzők vagyunk, de te mégis odajössz és behívsz bennünket azért, hogy ünnepeljünk. Behívsz bennünket a mennyei ünnepre. Hadd tudjuk elfogadni ezt a mennyei ünnepet, akkor, amikor épp azt ünnepeljük, hogy a te fiad feltámadt. Annyi mindenről szól ez az ünnep, de kérünk, Urunk, hogy szenteld meg, és szentelj meg bennünket is, hogy ne magunkról szóljunk, és ne arról szóljon ez az ünnep, hogy milyen ügyes hívők is vagyunk mi, hanem arról, hogy igenis a te fiad váltott meg bennünket. Drága Istenünk, kérünk, hogy légy közöttünk, és légy velünk nem csak ezen az ünnepen. Adj nekünk erőt, hogy ne csak most emlékezzünk arról, hogy a te fiad megváltott, hanem ez kísérje végig az egész évünket. Hogy habár elveszettek voltunk, de te megtaláltál bennünket.
Legyen áldott a te neved ezért, Urunk. És legyen áldott azért, hogy kegyelmesen ide hajolsz hozzánk, és elfogadsz bennünket a te fiad vére által. Amen. Most pedig csendben, magatokban, akár hangosan, vagy akár csendben is tárjátok Isten elé a témátokat. Köszönjük, drága Istenünk, hogy minden imát meghallgatsz. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mi velünk. Amen.